Már is kapcsolunk a Karmelita Kolostorba Orbán Viktor magyar és Ulf Kristersson svéd miniszterelnök sajtótájékoztatójára. Üdvözlöm Önöket, és megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Ő Excellenciája Ulf Kristersson urat, a svéd királyság miniszterelnökét a hivatalos látogatása alkalmából rendezett aláírási ceremónián és sajtótájékoztatón. Tisztelettel köszöntöm Orbán Viktor urat, Magyarország miniszterelnökét, a svéd, valamint a magyar delegáció tagjait és minden kedves vendégünket. Välkomna hit. Idag kommer två avtal. Mindenkit szeretettel köszöntök. A mai napon két megállapodást írunk alá Svédország és Magyarország között. Az első, hogy módosítjuk azt a megállapodást, ami a Magyar Honvédelmi Minisztérium és a Försvarets Materielverk között létezik, arról, hogy a JAS-39 Gripen gépeket bérli Magyarország, és ide tartoznak még a támogató rendszerek és a különböző szolgáltatások. Szalai Bobrovnicki Kristóf írja alá a módosítást Magyarország részéről, aki a honvédelmi miniszter. Magyarország és a svéd királyság. Az első, Magyarország Honvédelmi Minisztériumának beszerzési és biztonsági beruházási hivatala, valamint a Försvarets Materielverk közötti, a JAS-39 Gripen típusú repülőgépek és támogató rendszerek bérletéről, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtásáról szóló megállapodás módosítása. Magyar részről aláír Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter, svéd részről pedig Göran Martensson, a Försvarets Materielverk főigazgatója. Kérem szépen, fáradjanak ki. Nu är vi på rätt spår. På Ungerns vägnar så undertecknas avtalet alltså av försvarsministern. För Sveriges räkning. Hát Magyarország részéről a honvédelmi miniszter ír alá, és Svédország részéről pedig Göran Mortensson úr, aki vezérigazgatója a Försvarets Materielverk szervezetnek. Företrätt av Försvarets materialverk om tillhandahållande av logistiskt stöd, stödsystem och tillhörande tjänster. Módosítása, és ez a megállapodás vonatkozik a JAS-39 Gripen gépek bérlésére, a vonatkozó támogatási rendszerekre és a különböző szolgáltatások nyújtására. A második egy megállapodás a Honvédelmi Minisztérium által képviselt magyar kormány. Kérem az urakat, hogy maradjanak. A második egy megállapodás a Honvédelmi Minisztérium által képviselt magyar kormány, valamint a Försvarets Materielverk által képviselt svéd királyság között a JAS-39 Gripen típusú repülőgépek logisztikai támogatásáról, támogató rendszerek, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtásáról. Magyar részről aláír Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter, svéd részről pedig Göran Martensson, a Försvarets Materielverk főigazgatója. Det andra avtalet är alltså rörande tillhandahållande av logistiskt stöd, stödsystem och tillhörande tjänster. Köszönöm szépen, miniszter úr, köszönöm szépen, főigazgató úr. Most pedig felkérem Orbán Viktor urat, Magyarország miniszterelnökét, hogy tegye meg nyilatkozatát. Teckningsceremonin är därmed avslutad, och vi välkomnar upp Ungerns premiärminister Viktor Orbán och Sveriges statsminister Ulf Kristersson. Tisztelt miniszterelnök úr! A svéd delegáció, igen tisztelt tagjai, hölgyeim és uraim! Rendkívül érdekes, izgalmas és eredményes megbeszélésen vagyunk túl. Ez a mai találkozó egy hosszú folyamat fontos állomása. Ezt a hosszú folyamatot nevezhetjük bizalom újraépítési folyamatnak is, amelyen hosszú hónapok, sőt lassan évek óta dolgozunk a miniszterelnök úrral, és örülünk, hogy ennek a szakasznak a végére ma itt pontot tehetünk.
sikerült tisztázni kölcsönösen a jó szándékainkat. Én elmondhattam a miniszterelnök úrnak, hogy a magyar külpolitikának az az alapelve, hogy barátokat kell gyűjteni. Ha ez nem is mindig látszik, de a magyar külpolitikának ez a célja és értelme. És ezért minden országgal arra törekszünk, hogy keressük azokat a pontokat, és azokat az érdekeket, ahol egyetértünk, és ott kialakítsunk minél mélyebb együttműködést, ahol pedig másként látjuk a világot, vagy különböző módon gondolkodunk, ott pedig tiszteletben tartjuk ezt a különbséget. Ritka alkalom, hogy svéd miniszterelnök jár Magyarországon. Ezért a miniszterelnök úr megengedi, hogy fölidézzem, hogy Svédország egy igaz barátja volt Magyarországnak 1956-ban, amikor Magyarországról elmenekült magyaroknak, akik menekültként érkeztek Svédországba. Nem egyszerűen csak ellátást vagy befogadást adtak, hanem egy második otthont is. Ez egy nagyon nehéz időszak volt a mi történelmünkben. Nagyon sokan hagyták el Magyarországot, és hálásak vagyunk minden olyan népnek, köztük a svédnek is, amik akkor a segítségünkre sietett és befogadta ezeket a magyarokat. Remélem, hogy nem csináltak velünk rossz üzletet, mert ezek a magyarok végül is sikeresen illeszkedtek be, és hozzájárultak talán Svédország mai mindenki által tisztelt teljesítményéhez is. Azt is szeretném fölidézni, hogy ez most már személyes élményem, hogy amikor az Európai Unióhoz való csatlakozásról tárgyaltunk, akkor Svédország döntő partnerünk volt. Ez egy keleténél hosszabb folyamat volt a volt szovjet övezet országainak csatlakozása az Európai Unióhoz. Sokkal hosszabb ideig tartott, mint hogy mi szerettük volna. Egy gyors folyamatban reménykedtünk akkor, de ez nem volt lehetséges, mert nem volt egyetértés a tagállamok között, hogy kell-e is, ha ilyen, milyen gyorsan beengedni az újonnan jelentkezőket. És volt, aki akkor inkább a lassabb, és volt, aki a gyorsabb befogadás mellett érvelt. Svédország a gyorsabb befogadás bővítés mellett érvelt. Ezért mi erre nagyon jó szívvel emlékszünk, és az áttörést is a svéd elnökség érte el. Egy göteborgi csúcstalálkozón sikerült végül is a svéd barátainknak kinyitni a kapukat, amin aztán be tudtunk lépni az Európai Unióba, úgyhogy ezt is szeretném, mint a két nép közötti bizalom egy fontos emlékét fölidézni. A jelen is jól néz ki, tisztelt hölgyeim és uraim. A kereskedelmi együttműködésünk az egy igazi sikertörténet. A minden évben megdöntjük a kereskedelmi forgalmunknak a rekordját. 2010-hez képest, akkor tértünk vissza a hatalomba, miniszterelnök úr, 2010-hez képest megdupláztuk a forgalmat, és a 3 milliárd eurós érték felé haladunk. Együttműködés van a két ország között, fontos és sikeres együttműködés a nukleáris energia kérdésében, ahol együttműködünk a brüsszeli politikai arénában. Örülünk, hogy van svéd szereplő a Paks 2 kivitelezésében, és az is kedvező számunkra, hogy tavaly 70 ezer svéd érkezett turistaként Magyarországra, hozzájárulva ezzel a magyar gazdaság teljesítményéhez. Ez mind nagyon szép és jó, de ezekről mind nem volt szó ma. Nem erről beszéltünk. Ma a védelmi együttműködésről beszéltünk. Leginkább azért, mert egy hosszú tárgyalás eredményeképpen pontot tehetünk egy tárgyalás végére, ami Magyarország számára rendkívül fontos. Itt a magyar védelmi képesség ügyéről beszélünk. Fiatalabbaknak mondom, hogy nagy vita volt Magyarországon már a mostani kormánykoalíció első kormányzásának időszakában 1998 és 2002 között, hogy kell-e egyáltalán Magyarországnak önálló légvédelmet fejlesztenie. Ez egy rendkívül drága dolog. Van-e ennek értelme? És ha úgy döntünk, hogy kell, akkor mi az a technológiai útvonal, amin haladjunk? És akkor úgy döntött az első kormányom időszakában az akkori vezetés, hogy Magyarországnak legyen önálló légvédelme,
és az a légvédelmi képesség technológiák pedig a svédekkel való együttműködésre épüljön. Így állt rá Magyarország a Gripen rendszerre, arra a katonai képességre, amit a Gripenek tudnak nyújtani Magyarország számára. Azóta is ezen a ösvényen haladunk. Most egy fontos ponthoz érkeztünk, mert ezekre a gépekről szóló szerződések kifutnak pillanatok alatt. Ráadásul, miután csórók voltunk, hogy ilyen egyszerűen fogalmazzak, amikor az első Gripeneket megvettünk, nem tudtunk annyit venni, amennyire igazából szükségünk lett volna. Úgyhogy most eljött a pillanat, hogy meghosszabbítsuk a korábbi szerződésünket, és azt ki is egészítsük. És ma megszületett a megállapodás arról, hogy további négy géppel bővítjük a Magyar Honvédség Gripen vadászbombázó repülőgép flottáját, jelentősen megnövelve ezzel a katonai képességeinket, és tovább erősítve a külföldi szerepvállalásra való képességünket, ami a megváltozott biztonsági környezetben, így kell hívni az orosz-ukrán háborút a diplomácia nyelvén. Ebben a megváltozott biztonsági környezetben ennek különös jelentősége van, hogy a magyar légierő képes Magyarország területén kívül is szövetségesi feladatok ellátásában saját eszközökkel, saját költséggel közre működni. Megállapodtunk arról is, hogy ez a katonai rendszerhez kapcsolódó logisztikai szolgáltatásokról szóló szerződésünket is meghosszabbítjuk, sőt, kiterjesztjük a kiképzés területére is. És amit én külön fontosnak tartok, bár a nagy tétel az a szerződések meghosszabbítása, meg az négy új gép, az pénzügyileg az igazán nagy tétel, de nem mindig a legdrágább dolog a legfontosabb. Amit én igazán fontosnak tartok, az az, hogy létrejött egy megállapodás arról, hogy egy mesterséges intelligencia fókuszú kiválósági központot fog nyitni a SZÁB és a Védelmi Innovációs Kutatóintézet, már mint a Magyar Védelmi Innovációs Kutatóintézet, és megkezdődik az együttműködés a kutatásfejlesztés területén is. Ez nagy ambíció a Magyarország részéről, hogy nem egyszerűen csak használni akarunk eszközöket, nem egyszerűen azt akarjuk elsajátítani, hogy azokat hogyan kell használni, hanem a fejlesztésben, kutatásban is részt tudunk venni. Ezt tisztelettel megköszönöm a partnereinknek. Miután ezzel végeztünk ma délelőtt, utána az uniós ügyekkel folytattuk a megbeszélést, ahol azonosítottuk azokat a pontokat, amelyekben egyetértés van a két ország között. Különös tekintettel arra, hogy hamarosan Magyarország adja az uniós soros elnökségét, és Svédország nem régen tette le ezt a munkát. 23 első fél évében, ha jól emlékszem, akkor Svédország egy igazán mindenki elismerését kiváltó elnökséget adott az Európai Uniónak. Ma kaptunk arra ígéretet, hogy ezeket a tapasztalatokat mind be tudjuk építeni közvetlen tapasztalatcsere útján a magyar elnökségbe. Ezt tisztelettel köszönöm a miniszterelnök úrnak. És összeegyeztettük az akkori svéd elnökség prioritásait, ami azóta is a svéd kormány álláspontja, meg a magyar elnökség prioritásait, és megállapítottuk, hogy tudjuk egymást támogatni a magyar elnökség időszakában is, olyan kérdésekben is, mint a globális gazdasági versenyképesség, valamint abban a kérdésben, hogy az Európai Uniónak legyen közös biztonság és védelem politikája, vagy ha most van neki valami ilyesmi, amit így hívunk, akkor azt fejlesszük tovább egy olyan irányba, ami komolyan vehető védelmi ipari bázison nyugvó képességé fejlődik. És egyetértettünk abban is, hogy az illegális migráció ellen küzdeni kell, és a szervezett bűnözés felszámolásában is segítséget kell nyújtanunk egymásnak. Ezekről a kérdésekről beszéltünk, ezekről állapodtunk meg. Ezen túl még nagyon sok mindent tanultam a mai megbeszélésen. A miniszterelnök úr ismertette Svédországnak a helyzetét, problémáit, kihívásait, és kerestük azokat a pontokat, ahol a jövőben a hasonló magyar kihívások tudatában együtt tudunk majd működni. Tisztelettel köszönöm még egyszer a miniszterelnök, hogy eljöttek Magyarországra, és tisztelettel köszönöm a delegációnak is, hogy megtiszteltek bennünket a látogatásukkal. A magyar parlament hétfőn összeül, és a szükséges döntéseket meghozza, és ezzel egy szakaszt lezártunk, és egy új szakaszt nyitottunk a miniszterelnök úrra. Köszönöm szépen még egyszer. Miniszterelnök úr, köszönöm szépen. Most pedig felkérem ő excellenciája Ulf Kristersson urat, a svéd királyság miniszterelnökét, hogy tegye meg nyilatkozatát. Tack så mycket, premiärminister Viktor Orbán.
Nu är det dags för statsminister Ulf Kristersson att göra ett Köszönöm szépen, először is nagyon köszönöm, először is köszönöm Orbán miniszterelnök úrnak, hogy ellátogathatta Magyarországra erre a csodálatos Budapest nevű városba, ami valóban a Duna égköve, gyöngyszeme. Egy nagyon jó beszélgetést folytattunk, megvitattuk Magyarország leendő Európai Uniós elnökségét, különösképp a mi egy évvel ezelőtt befejezett elnökségünk fényében, megbeszéltük az EU stratégiai napirendjét, és természetesen megvitattuk a két ország együttműködését, biztonság védelmi kérdésekben. A beszélgetés mindenféleképpen konstruktív volt, megállapodtunk abba, hogy haladunk a közös érdeklődésre számot tartó területeken. Ami a bilaterális kérdéseket illeti, a két ország most írt alá egy nagyon fontos megállapodást arról, hogy további együttműködést valósítunk meg a Gripen vadászgéprendszerek tekintetében. Ezzel Magyarország 4 további Gripen vadászgépet fog beszerezni Svédországtól. Nagyon-nagyon üdvözlöm ezt az elmélyült együttműködést a fejlett vadászgép képesség területén. Ez nagyon jó. Egyszerre jó Svédország és Magyarország számára. Az megállapodást megerősíti az európai biztonságot, és mindkét országnak az előnyére válik. Ami az operatív kérdéseket illeti, láthatjuk már az előnyeit az együttműködésnek. Magyarország légierejének hozzájárulása a NATO balti légtérfelügyeleti vállalásában a svéd határok közelébe rendkívül fontos számunkra, amit nagyon nagyra értékelünk ezen a területen, további együttműködésre számítunk. A Gripen vadász repülőgép, mint hogy ezt mindenki jól tudja, Svédország büszkesége. Az egyik igazán fontos svéd termék, amit a NATO-nak adhatunk majd, az egyéb haditenger alatt járó radar technológiai fejlesztéseink mellett, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy még több Gripen fogja szelni az európai égbolt. Nyugtáztuk a rendkívül erős üzleti kapcsolatokat a két ország között. Innovatív, egyre bővülő svéd cégek fektetnek be Magyarországon, olyannyira, hogy azt mondhatjuk, hogy 180 svéd cég működik már Magyarországon, akik majdnem 70 ezer embert foglalkoztatnak az évek során. Egyébként mély benyomást tett ránk Magyarországnak a vállalása a tudomány innováció terén, a sok-sok különböző magyar származású Nobel-díjassal. Tavaly ketten vették át Stockholmban a Nobel-díjat. Több hasonlóság, több prioritás van, amiben fejlődni tudunk gazdasági területeken, versenyképesség és a belső piac tekintetében. Egyetértettünk abban is, hogy a szakértői szinten további egyeztetést fogunk folytatni a ezen felelősségek, ezen feladatok közös vállalásában, illetve az EU elnökséggel kapcsolatos vállalásában. A NATO, az európai védelmi biztonsági ügyek kérdésében pedig együtt vizsgáljuk meg, hogy mit tehetünk együttesen, akár azzal, hogy erősítjük az euróatlanti ipari technológiai bázist. Mint ahogy ezt önök is tudják, mi nem értünk egyet mindenben Magyarország. Azonban egyben egyetértünk, abban biztos, hogy aktívabban, erősebben kell együttműködnünk azokon a területeken, ahol egyetértés van. Magyarországnak, Svédországnak több mint 100 éves diplomáciai kapcsolatai vannak, erős kapcsolatok vannak. Miniszterelnök úr megemlítette, hogy milyen fontos történelmi mérföldköveken osztozunk. Közösen őrizzük emlékezetünk, mert Raoul Wallenberget, tagjai vagyunk mindketten az EU-nak, hamarosan mindketten tagja leszünk a NATO-nak. Köszönöm, miniszterelnök úr, köszönöm, hogy meghívott, köszönöm ezt a nagyon fontos mai beszélgetést, és akkor most néhány szót svédül. Először is szeretnék köszönetet mondani miniszterelnök úrnak a meghívásáért ide, a gyönyörű Budapestre. Nagy, meg jó megbeszéléseink voltak ma. Folytatjuk a katonai és biztonságpolitikai együttműködést a két ország között, és hamarosan Magyarország lesz az EU elnöke, és beszéltünk az EU stratégiai hosszú távú stratégiájáról is. Konstruktív volt a megbeszélésünk, és folytatjuk az együttműködést.
együttműködést azokon a területeken, ahol közösek az érdekeik és közös a nézőpontunk. Bilaterális szinten pedig mindkét ország most aláírt egy megállapodást a folytatólagos együttműködésről, a JASZ 39 Gripen gépekről. 14 gépet leasingelt Magyarország már régóta, és 26-ban ez magyar tulajdonba fog kerülni. Az a megállapodás, amit Svédország és Magyarország ma aláírt, azt jelenti, hogy ennek értelmében most Magyarország 4 új Gripen gépet fog vásárolni. Ez a Schwarz Materiel Werk, ugye ezt már aláírták Magyarországgal ezt a megállapodást, de ez a megállapodás hamarosan lejár. Svéd oldalról pedig nagyon-nagyon üdvözöljük ezt az erős együttműködést a Gripen gépek körül. Ez jó Svédország számára, és reméljük Magyarország számára is az. Már most is látjuk az együttműködés előnyeit operatíva szinten. A magyar gépek hozzájárulnak a svéd határok közelében a légvédelemhez, és reméljük, hogy ez az együttműködés mostantól még tovább fog elmélyülni. És valóban a JASZ 39 Gripen Svédország büszkesége, és ezekkel az erőforrásokkal még tovább fogjuk tudni erősíteni a NATO-t. Ide tartozik a tengeralattjárók, illetve a radar technológia is, és nagyon reméljük, hogy az európai légtérben még több Gripen repülőgép fog repülni. És ami a vállalatok együttműködést illeti, egyre több svéd vállalat fektet be itt Magyarországon. Körülbelül 180 svéd vállalat működik Svédországban, és kb. 170 000 munkavállalót foglalkoztatnak. És az innováció és a kutatás területén is Magyarország mindig aktív volt. Ez abban is látszik, hogy hány Nobel-díjasa van Magyarországnak, csupán tavaly 2 új magyar Nobel-díjas lett. Tehát folytatjuk az együttműködést ott, ahol közösek a prioritásaink, például a versenyképesség területén és a belső piac területén, és ezekre a vonat területekre vonatkozó szakértőink találkozni fognak, akkor is, amikor Magyarország az elnöke lesz az EU-nak, tehát az EU-n belül együtt fogunk működni annak érdekében, hogy a védelmi bázisát az EU-nak megerősítsük. Természetesen mindenki tudja, hogy mindenben nem értünk egyet, de mostantól aktívabban fogunk együttműködni azon területeken, ahol közösek az érdekeink, és ahol közösen tudunk fellépni. Magyarország és Svédország közöse erős kapcsolatokkal rendelkezik, több mint 100 éves diplomáciai kapcsolatokkal. Mindannyian közösen emlékszünk Raoul Wallenberg emlékére, akinek az emlékhelyét itt hamarosan Budapesten meg fogom látogatni. Mindkét ország tagja az EU-nak, és hamarosan szövetségesek leszünk a NATO-n belül. Újra köszönetet mondok Orbán Viktor miniszterelnök úrnak a meghívásért és a tartalmas egyeztetésekért. Köszönöm. Miniszterelnök úr, köszönöm szépen. Most néhány kérdése van időnk. Először a svéd oldalt kérem. First, it's the Swedish side, please. Premiärministern, statsministern. Tack. Nu öppnar vi upp för några frågor. Akkor a svéd oldalról fogjuk kezdeni. Maria Davidson, TTÜ hírközlési iroda. Hello. I have two questions. The first one. Két kérdésem van. Először Orbán Viktor miniszterelnök urat kérdezném. Azon gondolkodom, hogy minek következtében változott meg a véleménye Svédországgal kapcsolatban, most, hogy országok készen áll arra, hogy ratifikáljanak, és egyébként mennyire volt fontos ez a védelmi megállapodás önöknek. A svéd miniszterelnököt pedig arról kérdezném, hogy ön kritizálta Magyarországot több különböző alkalommal, például azért, mert hogy demokrácia deficitet tapasztaltak, fogja tudni fenntartani ezt a kritikus hozzáállást majd NATO szövetségesként? To be member of NATO. A NATO-nak tagjának lenni egy másik országgal együttesen azt jelenti, hogy készek vagyunk egymásért az életünket adni.
Ennyi, nagyon egyszerű. Ha valamilyen kívülről érkező támadás történik az önök országa vagy az enyém ellen, mi készen állunk arra, hogy menjünk és harcoljunk az önök életéért és függetlenségért. Ez a NATO-tagság. Tehát, hogyha ilyen erős kapcsolatot akarunk valakivel ápolni, ahhoz nagyon erős alapokra van szükség, különösképp bizalomra van szükség, kölcsönös tiszteletre, mert anélkül hogyan tudjuk egymásért adni az életünket, mert ezt Isten előtt is ezzel el kell számolnunk. Tehát én azt gondolom, hogy szükséges és óvatos, körültekintő előkészület történt mindkét fél részéről, hogy ezt a megfelelő módon, ütemben tegyük meg, megfelelő mozgással, egymáshoz közel, újjáépítve azt a bizalmat, ami régebben megvolt, de az utóbbi időben talán megkopott egy kicsit. Azonban a NATO-ban együtt tagnak lenni, én azt gondolom, hogy a teljes bizalmat képesek voltunk, vagy képesek leszünk újjáépíteni. Ez nem azt jelenti, hogy mindenben egyetértünk erről, a miniszterelnök úr is nagyon helyesen beszélt, azonban legalább azt mondhatjuk, hogy van egy kölcsönös bizalom az együttműködésben, ami viszont garantálja egymás biztonságát, ezért van az, hogy némi időbe tellett. Ez nem arról szólt, hogy megváltozott a véleményünk, ez arról szólt, hogy egy folyamatot vittünk végül, kezdőponttól a befejezésig, a védelmi megállapodás volt ennek szerepe, vagy nem. Én nem azt mondom, hogy önmagában, ez önmagában hozzájárult. Ez nem egy üzleti megállapodás, egy business deal itt. A NATO tagság a Gripenekért cserébe, ez így nem korrekt ezt így kijelenteni. Sokkal korrektebb azt mondani, hogy volt mindig is egy védelmi együttműködés, sokkal régebb óta, amelyet egyébként az első Orbán kormány kezdeményezett valamikor 2000-2001-ben. Egy nagyon szoros együttműködés jött akkor létre. A svéd védelemipar és a magyar kormányzat között. Tehát ez egy sokkal hosszabb történet, mint Svédország NATO csatlakozási szándéka. Természetes azonban, hogy egy védelmi megállapodást kötni, katonai képességekről megállapodást kötni, hát az sokat segít a bizalom helyreállításába két ország között, de nagyon szépen kérem, erre ne tekintsen úgy, mint egy deal. Az magyarok egyébként nem nagyon jó kedve. Mi jó barátok, meg jó szövetségesek tudunk lenni, nem mindig tudjuk a legtöbbet kihozni az ilyen alkukból. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó tárgyalás volt, és biztos vagyok abban, hogy az én részemről mindenféleképpen azt mondom, hogy nem csak elégedett vagyok az eredménnyel, minden egyes lépését élveztem is ennek a bizalomépítésnek a két fél között. Since you represent the Swedish media outlet, I guess you don't mind me. Mivel a svéd médiát képviselő, svédül válaszolok. Először is szeretném hangsúlyozni, hogy ez fontos, hogy amikor az ember beadja a kérvényét a NATO tagságra, akkor tudnia kell azt, hogy minden jelenlegi NATO tagállamnak egy saját állásfoglalást kell kialakítania, és el kell fogadnia az új jelentkező tagot. Ez egy nagyon fontos pont, és nagyon komoly respektust jelent ez minden parlament részéről, amely érintett. Néha ez gyorsan megy, néha pedig lassabban megy, és teljesen tiszteljük azt, hogy a magyar parlament magyar döntést hoz. Ugyanez lett volna a helyzet, ha ez Svédország dolga. Ez nem formalitás, hanem egy nagyon fontos pont, és ezt alaposan alá is húztam. És aztán, ami az együttműködésünket illeti, úgy látom, hogy a miniszterelnök úr maga is nagyon jól kifejezte azt, hogy működjünk együtt azon területeken, ahol vannak közös érdekeink, és ahol hasonló látjuk a világot. Legyünk őszinték és nyitottak egymással olyan területeken azonban, ahol másképpen látjuk a dolgokat. Ez egy olyan alapelv, amely szerintem az életben is egy használható alapelv, és egyáltalán nem utolsó sorban jól használható alapelv, amikor a nemzetközi együttműködésről van szó, és ezt folytatni fogjuk. Jól ismert tény, hogy Svédország másképpen lát számos EU kérdést, mint Magyarország legutolsó sorban. Ugye decemberben volt egy ilyen eset, de mit is tiszteletben tartjuk egymás különbözőségeit, és igyekszünk kompromisszumokat kötni egymással, és most pedig egy közös együttműködésbe lépünk be, a NATO-n belül is, és pontosan azon hozzáállást fogjuk folytatni, amit miniszterelnök úr leírt, hogy küzdeni fogunk egymásért egy veszélyes időszakban, és ez az az attitűd, ami minket is képviselni fog és jellemezni fog, amikor belépünk ebbe a közös együttműködésbe.
Köszönöm szépen, most pedig magyar oldalról az MTV-t, Kucsov Renátát kérem. Tack så mycket. Nu är det dags för den ungerska frågan. Köszönöm szépen, Kucsov Renáta vagyok az M1-től, és én a védelmi együttműködésről szeretnék kérdezni, lehet-e tudni, hogy pontosan mikor érkeznek majd meg a Gripenek Magyarországra, mi az együttműködés pontos ütemezése, illetve mit fog jelenteni ez a védelmi együttműködés a két ország közötti jövőbeni kapcsolatokra? Köszönöm. Honvédelmi miniszter úr áll majd rendelkezésre, hogy az összes technikai részletről mindenki tájékoztasson. Ez egy több elemből álló együttműködés, amit nem akarok itt két mondatban elnagyolni. A legfontosabb az, hogy ezzel a döntésünkkel a hadsereg erre vonatkozó igényét is elismerve, Magyarország úgy döntött, hogy hosszabb távon fönntartja a saját légvédelmi képességét. Mi gépeket leasingeltünk eddig. Az azt jelenti, hogy nincsenek a tulajdonunkban. Ezek kifutnak. Ez volt az a pillanat, amikor döntenünk kellett arról, hogy ismerve a világgazdasági helyzetet, a magyar költségvetés helyzetét, látva az orosz-ukrán háborút, látva a Balkánnak a instabil helyzetét, hogyan kell a magyar hadseregnek a saját struktúráját a jövőre nézve kialakítani. Abban van-e helye, és ha igen, milyen a magyar légvédelemnek. És végül is úgy döntöttünk, hogy megtartjuk a magyar légvédelmi képességet. Dönthettünk volna másképp is. Vannak hiányok a magyar hadseregben más egységeknél, ahol ez a pénz jól jött volna. A óriási hadipari fejlesztésekben is vagyunk, de végül is alapvetően a katonák véleményére hagyatkozva úgy döntöttük, hogy fönntartjuk az önálló légvédelem képességét. És miután ez a képességünk szárnyaszeget volt, hogy stílszerű legyek, mert 2000-ben nem volt elég pénzünk, hogy megvegyük az összes szükséges eszközt, most ezt be is pótoljuk. Tehát nem csak fönntartjuk a légvédelmi képességet, hanem egy nagyságrenddel megnöveljük. Ez azt jelenti, hogy Magyarország része marad a NATO azon közös akcióinak, ahol a tagállamok egymás légtérvédelmét biztosítani tudják. Ma is több ország légtérvédelmét Magyarország látja el, illetve közreműködünk ebben. Ez azt jelenti, hogy az elkötelezettségünk a NATO iránt most ezzel megerősödik, a NATO közös operatív akcióban való részvételünket is ezzel megerősítettük, a képességünket és a szándékunkat is. Nem tartunk ott, ahol a svédek, de szeretnénk. Tehát ha vet egy pillantást arra, hogy a svéd hadipar az hogy helyezkedik el a teljes svéd nemzetgazdaságban, a nemzeti össztermék arányát tekintve, a minőségét tekintve, a technológiai szintjét, hogyan jönnek a kutatási eredmények a védelmi iparból be a civil iparba, tehát ha így néz ön Svédországra, akkor látni fogja, hogy egy nagyon magas színvonalú teljesítményt figyelhetünk meg, és Magyarország is elkezdett ezen az úton haladni, óriási katonai beruházásokat, a legmodernebb technológiai beruházásokat hajtjuk végre, nem a légvédelem területén, hanem más fegyveremeknél, de ezek a világ legminőségibb terméke, amiket most állítunk elő, a gyárainkat most építjük, lőszer, robbanószer és így tovább, és a kutatási bázisunkat is a honvédelmi ipar területén gőzerővel fejlesztjük, abban a reményben, hogy ezek majd össze tudnak kapcsolódni leginkább az egyetemeinken keresztül egyébként a civil technológiai fejlesztésekkel. Tehát Svédország messze előttünk van még, de azon az úton indultunk el, ahol a nők haladnak. Úgyhogy én azt is remélem ettől az együttműködéstől, hogy ennek az egész honvédelmi hadiparnak a fölépítése, beleillesztése egy nemzetgazdaságba egy olyan tudás, amit a svédektől mi meg tudunk majd szerezni, és figyelembe tudunk venni a következő évek során. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Miniszterelnök urak, sajtótájékoztatunk véget ért. Köszönjük szépen, hogy velünk voltak a mai napon. Tack så mycket, premiärministern och statsministern. Presskonferensen är därmed avslutad.
Orbán Viktor magyar és Ulf Kristersson svéd miniszterelnök sajtótájékoztatóját láthatták. Korábbi hadiipari megállapodások módosításában és kibővítésében állapodott meg a két ország, amelyeket a sajtóesemény keretében hivatalosan alá is írtak az érintett felek. Ide tartozik, hogy Magyarország 4 újabb Gripen vadászgépet szerez be Svédországtól. Orbán Viktor miniszterelnök elmondta, hogy sikerült tisztázni a két ország között korábban fennállt vitás kérdéseket, és egyeztettek uniós kérdésekben is a soron következő magyar elnökség előtt. Ulf Kristersson svéd miniszterelnök megköszönte a magyar meghívást, és szintén sikeresnek és konstruktívnak nevezte a közös megbeszélést.